A szerdai általános kihallgatáson Ferenc pápa köszöntötte a máltaiakat arra való tekintettel, hogy április másodikán és harmadikán látogatást tesz a szigeten. Elmondta, hogy Pálapostól nyomdokaiban zarándok lesz ezen a földön, amely nagy emberséggel fogadta, miután a Rómába tartó útján hajótörést szenvedett a tengeren. Ez az apostoli út így lehetőséget nyújt arra, hogy eljussunk az evangélium hirdetésének forrásaihoz, és hogy személyesen is megismerhessünk egy évezredes és életerős keresztény közösséget, valamint hogy találkozzunk a földközi tenger és az európai kontinens déli részén található ország lakóival. Ma Málta még inkább elkötelezett amellett, hogy sok menedéket kereső testvért befogadjon. A köszöntők után az Aksimeon és Anna megható történetét olvasták fel Szent Lukács evangéliumából. A Szent Atya 5. időskorról szóló elmélkedésében róluk beszélt, ahogy mielőtt elbúcsúznának ettől a világtól, mindketten felismerik a gyermek Jézusban az Úr látogatását. Mit tanulhatunk mi tőlük, a lelki vitalitással megáldott két idős embertől? Tette fel a kérdést Ferenc pápa, majd így válaszolt. Először is azt, hogy a hűség kiélesíti az érzékeket. Tudjuk, hogy a Szentlélek éppen ezt teszi, megvilágosítja az érzékeinket. A lelki érzékek elaltatásával párhuzamosan tapasztaljuk a test érzékeinek felerősödését, amely az örök fiatalságot hajszoló társadalom velejárója. Annál veszélyesebb ez a vonás, minél inkább öntudatlan. Nem is vesszük észre, hogy el vagyunk kábítva. Hívta fel a figyelmet a szent atya. Amikor már csökken a hallás és az íz érzékelésünk, azonnal észrevesszük. Ha azonban a lélek érzékenysége csökken, sokáig rejtve marad. A lelki érzékenység elvesztése nem csak Istenre vagy a vallásra vonatkozik. Az együttérzés és a kegyelet, a szégyen és a bűntudat, a hűség és az odaadás, a gyöngétség és a becsület, a felelősség és a másik fájdalmának átérzése mind ide tartozik. Abban a társadalomban, amelyik főként az élvezetekre összpontosít, könnyen elmaradhat a gyöngék és kiszolgáltatottak iránti figyelem, és csak a győztesek versengése érvényesül. Simeon és Anna bibliai történetéből azt látjuk, hogy megfelelő érzékenységgel fölismerték a gyermekben, akit előtte sosem láttak, Isten látogatásának biztos jelét. Elfogadták, hogy nem ők a főszereplők, hanem csak tanúi az eseményeknek aki mindig főszerepet akar játszani, soha nem érik meg az öregkor e teljességére, mutatott rá Ferenc pápa. Csak a lelki öregség képes megadni ezt a tanúságtételt, amely alázatos és ragyogó, ami hiteles és példaként szolgálhat mindenki előtt. Az időskora lélek érzékenységét kiművelve, kioltja a nemzedékek közötti irítséget, sértődöttséget úgy búcsúzik el az élettől, hogy átadja a stafétát az új generációnak. Már békében elmehetek, ahogy Simeon és Anna mondja, miután megvárták az úr érkezését. Az öregkor lelki érzékenysége képes hitelesen és végleg leküzdeni a nemzedékek közötti versengést és konfliktust. Ezeken túllépve az egységet keresi. Ma pedig éppen erre van szükségünk, a lélek érzékenységére, érettségére. Bölcs öregekre van szükségünk, akik reményt adnak az életre, zárt a szerdai katekézisét Ferenc pápa. A szerdai audiencia végén a Szent Atya újból felemelte szavát az ukrajnai háború beszüntetéséért. Köszöntötte azokat a gyermekeket, akik a Csernobili katasztrófa után születtek, és olasz szervezetek fogadtak be. A tudi, a, tudi volna, mi a